és akkor most a japán különlegességek után egy kicsit Kínába fogunk ellátogatni, és a danmei írókról és műveikről fogunk hallani. Annyit kell tudni erről, a danmei írók műveiről. Mo Xiangtong Xiaoyu, remélem jól ejtettem, nézzétek el, nem vagyok kínaiban teljesen profi. Az ő művei utóbbi években nagy népszerűséget hoztak a kínai danmei regények és sorozatok számára, de meg annyi író várja még, hogy felfedezzük őket és műveiket. Az előadáson főként oly regényekről lesz szó, amelyekből már készült Donhua, tehát kínai anime, illetve live action sorozat vagy manha. Betekintést nyerhetünk Priest, Midban, Meng Xixi és számos más alkotó munkásságába. Itt vagyunk. És akkor át is adom a terepet, ha minden igaz. Sziasztok! Ha nem bánjátok, én ülve tartom az előadást, mert egy órás lesz, és hát így komfortosabb lesz nekem. Mert amint 2020-ban, először bemutatkozom, én Katrin vagyok, az Ani magazin főszerkesztője, páram már ismertek is, ahogy látom így a közönségből, és 2020-ban már tartottam egyszer egy ilyen előadást, akkor Mo Xiangtong Xiaoyu műveiről, és most arra törekedtem, vagy azzal a céllal jöttem, hogy hát a többi danmei írót is bemutassam, az ő munkásságukat, a ő munkásságukból készült anime adaptációkat, és eszembe jutott, hogy nem hoztam el a prezentert, amivel tovább tudnám léptetni, és hoppá, nem is látszik itt a díja címe valahogy. Köszönöm szépen. Szuper. Remélem, hogy jól fog látszódni, mert itt látom, hogy a szöveg az most a címe nem látszik, vagy más formátumban. De van PPT-n is, hogy lehet, hogy akkor úgy jobb lesz. Na nézzük. Ah, hát nem pont ugyanúgy néz ki, de látható. Megfelelő, köszönöm. Tehát 2020-ban már tartottam egy előadást, akkor Mo Xiangtong Xiaoyu műveiről. Ezt szerintem sokkal többen ismeritek is, mint akikről majd még szó lesz, mert lényegében vele robbant be így ez a danmei ipar, ez a kínai bojszláv ipar, most így akár csak nyugatra, akár csak így az egész fandomba, rajta keresztül, az ő művein keresztül lett igazán ismert a kínai alkotóknak a világa, ugye a japán bojszláv művek mellett, és hát 18-ban kapott a Moodao egy olyan anime adaptációt, az a második regénye az írónőnek, ami így elindította a siker útján ezeket a regényeket és feldolgozásokat is, és hát ehhez csatlakozva szeretném bemutatni, hogy lényegében Tong Xiaoyu, ő egy fiatal alkotó, mármint úgy fiatal, hogy most egy a saját korosztályukkal kapcsolatban nem vagyunk teljesen biztosak, hogy ki hány éves, de viszonylag keveset alkotott. 2015-6 óta ír, és 14 óta publikált, de 15-ben jelent meg ugye a Moodao Zushi regénye, és tehát, hogy még nagyon kevés művet, lényegében 3 ismert regényt írt, de mind a 3-mal annyira befutott és sikeres lett, hogy hát azt ismerjük főleg is a belőlük készült adaptációkat. Így nagyon őt most nem is részletezném, inkább azt emelném ki, hogy jelenleg hol tartanak az ő műveivel kapcsolatban a folyamatok. Ugye a Scanvillain-nek várunk a második évadára, ez az első regényéből készült anime adaptáció, a Scumbag System. Sajnos nem tudunk még mindig pontos dátumot, hogy mikor fog folytatódni, de hát reméljük, hogy idén már lesz belőle valami, több hír is volt róla, hogy lenne, vagy indulna. A Tiangan Cifuról, a harmadik regényéről azt a hírt kaptuk, hogy ősszel folytatódik a második évad, illetve hát készítik még javában a live action, de annyira bizonytalanak most Kínában ezek az adaptációs lehetőségek, meg a cenzúra kérdése, hogy most több ilyen danmei live action-t elcsúsztattak, újravágnak, hát átgondolják tényleg, hogy milyen formában, és mikor adhatják majd le egyáltalán online, vagy online tévékben, stream oldalakon.
A Módaóról pedig hát szinte abban minden adaptációs mód vagy módszer megjelent már. Audiodráma, live action, ugye Untamed, ismerjük ezeket. Lényegében már csak a manhája fut a képregénye, de annak is hamarosan vége lesz. És akkor a következő ilyen író, akit be szeretnék mutatni nektek, rá is térnék a többiekre, az szintén egy ilyen fiatalabb író, hogy így nevezzem, Mitban, vagy Ruobao, Bucsuru. De hát a nevének a jelentése lényegében ez az angol fordítás, ez a Mitban doesn't eat meat, ilyen kis vicces szójáték, majdnem az összes damme írónak egy ilyen álneve van, ami valami marhaságot jelent, de Mitbannak szoktuk többnyire, mint rajongók rövidíteni. Neki is csak néhány ismertebb regénye van, tehát ő sem olyan régóta alkot, sőt 17-ben, azt hiszem úgy írtam, 17 óta publikál így nagyobb regényeket. Vannak nem dammei művei is, de azok ilyen kis regények, kisebb alkotások, de az a három, ami jelenleg ismertebb, az a Arha, a angol címét nem írtam ide, de ugye az a Buta Husky és a Fehér Sizun, Fehér Mester Macskája, azon a címen fut egyébként így a regény címjelentése. És hát abból hoztam szinte csak képeket, mert jelenleg próbáltam úgy összeállítani a diákat, hogy azokról a regénycímekről szóljanak, amikről már készült vagy anime, vagy live action, vagy manha, stb. És belőle igazából még csak manha jött ki, vagyis hát van egy fan audiodráma is az RH-ból, illetve bejelentették a live action-t, ami már el is készült, és úgy volt, hogy tavaly megjelenik, de aztán újra vágásra került az is. És ez miről is szól ez a sorozat? Nagyon röviden arról, hogy a főszereplő Moran reinkarnálódik vissza a múltjába, 16 éves kori önmaga saját testébe, és próbálja megoldani azokat a hibákat, amiket elkövetett, mert ő egy ilyen nagy vérengzős császár lett a kultivációs világ csúcsán, és hát utálta, gyűlölt a Sizunyét, meg hát mindent megtett vele, amit csak tud bosszúból, meg utálatból, aminek szépen lassan rájön a folyamatában, hogy valójában szeretetből cselekedett az egészet, csak kicsit defektesen. Mit bennek ez egyébként egy stílusra, hogy ő szeret őrült karaktereket írni, vagyis mondhatnám enyhében is, mert foglalkozik úgy a mentális betegségekkel, a mentális olyan gyengébb állapotokkal, amiket hétköznapján is be tud mutatni. Tehát megközelíti úgy ezeket a problémákat, hogy mennyire az átlag embert is érintheti. Ebben a legújabb regény az a Binghamben, ami most már egy modern regény, és tavalytól most idén tavaszig futott, az különösen érintett, mert az ottani modern főszereplőknek, mondankori főszereplők közül az egyik egy hát 20 év körül is fiatal srác, aki egyetemista, forgatókönyvíró, vagy rendező szeretne lenni, forgatókönyvíró, olyan suliba jár. A partnere pedig, aki később lesz a partnere, ő pedig hát orvos volt, de most jelenleg professzor egy egyetemen. És az a lényeg az, hogy hát olyan mentális betegséget talált ki a főszereplőnek Mitban, ami egy picit fiktív, különleges kis képesség is társul hozzá, de mégis annyira jól tudja bemutatni azt, hogy bárkit érinthetnek az ilyen gondok, tehát nem olyan betegség, mint a nátha, nem teszi senkinek így, hogy mondjam, elítélendővé, hogy őt most milyen problémák érték, hanem pont, hogy próbálja ezeket felnyitni az emberek szemét, hogy ezek mennyire természetes dolgok, és hogy mennyire jól kezelik, vagy kezelhetnék ilyen megfelelő hozzáállásokkal a körülötte lévő emberek. Lényegében a partnerek, ahogy elfogadják egymást, az a szeretet, az nagyon átjön Mitbanból. Szerintem kicsit túlírja a regényeit, meg nagyon, nagyon drámaira fogja, tehát túl részletezi, de érdemes figyelni az ő műveiből készült adaptációknak a folyamatát. Ráadásul bejelentették, hogy az Erha, meg a Yubu, ami szintén egy ilyen kultivációs világban játszódó történet, regény, angol nyelven regény adaptációt is kap. Elfelejtettem mondani Tong Siu-nál, hogy ugye azért is lett még hatalmas sikere neki, mert az ő műveit most már angolul is, és ráadásul magyarul is kaphatók, ugyebár. Ezt többen is tudjuk, beindult ez a folyamat, úgyhogy még azt várnánk, hogy akkor több
regényírónak is megjelennek majd a könyvei. És akkor át is térnék először egy nagy veterán névre, Priestre, papra, aki ezen a néven, Priest néven fut Kínában is, tehát angol írásra, ez nem, név, nem a fanok általi névfordítás, ez ténylegesen az ő nick neve, és mindenhol így szerepel, és az ő nem látszik most a dián, mert átállt a szövegnek a valamilyen stílusa, de odaírtam, mert ez a zárójelben, hogy Pipi a beceneve, a kínaiak Pipinek szólítják őt, így magyarul ez nagyon viccesen hangzik, meg hát lehet amúgy is. És 2007 óta publikál már több mint 20 dammelyt, és több mint 10, azt hiszem, több mint 10 egyéb bár más műfajú regényt, tehát ő nagyon-nagyon aktív szerző, és lényegében szinte minden műfajban alkot, akár történelmi, akár fantasy, sci-fi, modern, slice of life, nála szinte mindent megtalálunk. És elsőként, amit kiemeltem itt a dián, ezt lehet, hogy már többen láttátok a World of Honor című sorozatot, ki látta esetleg, itt látom, hogy ó, láttátok páran. És ez a live action volt az, ami így engem is Priest felé terelt. Már találkoztam korábban is a nevével, meg jó pár regénye csábított, hogy elolvassam. Sajnos én még csak a Csiét kezdtem el olvasni, illetve a Sapolangot majd az egyik dián az is szerepelni fog. Tehát amikor elkészítettem ezt az előadást, akkor lényegében egy olyan plan to read, vagy plan to watch listát is készítettem magamnak, mert nem csak azokról fogok nektek beszélni, amiket én ismerek, hanem amiket így felfedeztem, hogy mennyi sok alkotó van, milyen híres művekkel, és milyen régóta, mi meg itt csak szegény Mo Xiangtong Xiu műveit ismerjük. Szóval tényleg szélesebbre kell nyitni akár így az elvárásainkat is, meg így a látókörünket is, hogy mi minden más van még. Most a Csie és a Tianyake regényeknek az adaptációja, vagyis hát nem teljesen, a Csie és a Tianyake úgy tartoznak össze, hogy van a Csiében egy mellékszereplő, meg hát több szereplő is, nyilván a főszereplő is, vissza fognak térni, megjelennek a Tianyake regényben, aminek az adaptációja a World of Honor sorozat. És az ottani főszereplő, a Zhou Zixu, talán jól ejtem, elnézést a rossz ejtések miatt, Zhou Zixu, és a Wang Kaxing, ők a főszereplők, és a Zhou Zixu, ő a Csiében is szerepel. Ott még egy mellékszereplő, a főszereplő barátjaként, de itt a World of Honor meg ő a főszereplő, és lényegében ők is így érdekes kultivációs világban élnek, egy nagyon furcsa ilyen szellemes, démonos közegben. Sajnos arra nem lesz időm, hogy annyi mindenbe szeretnék mutatni, hogy így érdemben beszéljek a sztorikról, azt csak így meg felvillantom úgy képek és egy-egy gondolat alapján, hogy milyenek is, és nekem nagyon-nagyon tetszett ez a sorozat, mert bevallom, picit jobban is, mint az Antém. Jelzett. Jobban is, mint kicsit, mint az Antém, de a vége az lesokkolt, és nem a főszereplők miatt, hanem a mellékszereplők miatt. Érdekes, hogy Priestnél nagyon sok olyan mellékszereplős páros van, akik szintén így románcot ír nekik, tehát a főszereplők mellé ír más románcokat is, akár több mellékpárnak is, és az volt az érdekes, hogy a végére hát szeret nagyon nagy tragédiákat is belevinni. Szerencsére nem a főszereplők oldaláról, de nem kéne spoilereznem. A lényeg az, hogy hát sokkoló volt, szeret a drámával, meg az emberek idegeivel játszani az írónő. És amit még megemlítenék itt a sorozattal kapcsolatban, hogy ezt biztos többen tudjátok, hogy sajnos szegény főszereplő színésze, a Zhang Zhehan elég pórul járt, és nagyon méltatlanul kezelik, meg bánnak vele azóta is Kínába, mert egy olyan, hát befeketítették egy olyan dolog miatt, amit most nem térnék egy Weibo poszt miatt, és azóta így minden munka lehetőséget szinte elvágtak tőle, és egy ilyen hadjárat ment ellene a Weibon, de aztán a védelmében is most már egy csomóan mellé álltak, és próbálják megoldani ezt a helyzetet, hogy hát azért kezeljék már normálisan a színészek munkáját, és ne feketítsék így be az ő munkásságukat. Na, sikerült tovább. Akkor nézzünk még pár Priest művet, pár híresebbet. Itt azokat említettem meg, amikből várhatóan már bejelentettek, hogy készül vagy anime, vagy live action anime, itt most Donghua, mint kínai anime,
A Liu Yao-ból az egy olyan fiatalokról szól, akik az ő saját szektájukat szeretnék fellendíteni. Egy nagyon kedves kis soft life alkotás, de ahogy láttam, az is tele lesz drámával, én még nem olvastam. Nem tudom, remélem látszódnak tőlem a diák, és valakinek mondjuk biztos kitakarom, de azért talán látszódik. A Sapolang, ez egy érdekes dolog, mert steampunk van vegyítve az ókori Kína közegével, ez ritkaság, de nagyon-nagyon jó pofa, hogy megírta az írónő ezeket az Illyujin üzemanyaggal működő gépeket, gépezeteket, fegyvereket, vagy olyan mecha-szerű páncélokat a főszereplőkön, nagyon menők benne, egy ilyen hadvezérről, vagy tábornok az egyik főszereplő a Guyun, a másik a Chang'ang, azt hiszem úgy hívják, Chang'ang herceg, hát először egy ilyen áll, apa-fia kapcsolat van köztük, nem egészen, mert nincs is köztük annyikor különbség, hogy ez így oké legyen, csak így nevelte a egyik főszereplő valamennyire a másikat, és utána alakul ki ebből majd később a románc, illetve hát a háborús helyzet is, amit próbálnak mindketten a maguk módján kezelni, megoldani. És a modu az pedig egy modern, mint ahogy látszódik a borítókép alapján, egy modern történet, amiben nyomoznak a főszereplők, különböző, hát öt könyvből, vagy öt kötetből nyomozó, tehát történetívből áll, és különböző öt esetet nyomoznak ki. És ebből van ugyan audiodráma, meg ahogy látom a Liaióból és Sapolangból is odaírtam, de animét bejelentették már szerepet 2022-es dátum is belőle, de hát nem tudom, hogy idén lesz-e belőle valami, mert egy pici trélert kaptunk, tök jó, mert ez nem 3D-CG lesz, hanem ez ilyen szép rajzolt animáció. De hát nem tudjuk ezt se, hogy mikor fog érkezni, várjuk türelemmel. Egyébként itt egy csomó helyre odírtam, hogy hangos könyv van belőle, meg audiodráma van belőle, hogy mi a különbség az audiodráma, az mint a japánoknál a drámacidik, hogy tehát egy színészek játéka hallható, egy rádiójáték hallható, tök jó színészi játékokkal, meg hanggalá, festésekkel, zenével, minden. A hangos könyv vagy audiobook az ugye egyértelmű, hogy egy színész felolvassa az egész könyvet. Nagyon jó pofa, és ez nagyon-nagyon-nagyon sok dammelyhez elérhető és készül, sajnos viszont angol felirat vagy magyar felirat az nem igazán van hozzájuk. Angol egyre több, de magyar az nem mindegyik, és nem is írtam mindenhol oda, ahol lehetne látni. És haladjunk tovább, mert még jó sok minden lesz itt. Priestnek két másik művét, a Sanzipint és a Liehuot emeltem ki, mert ezek tavaly össze párhuzamosan futottak, mindkettőt más stúdió csinálta, és más megvalósítással, az egyik egy ilyen nagyon realisztikusabb 3D-CG, mint hogy a felső sarokban látszódik. Az alsó is 3D-s mozgás, de ez a rajzoltabb animációs megoldással. A Liehuóból már van maha is, és audiodráma is, a Sanzipinből pedig audio van, de bejelentették, hogy azt hiszem, mintha most augusztusban érkezne belőle képregény változat, maha változat, vagy webtoon formátumú az is, mint a más, mint a legtöbb ilyen egyébként szinte majdnem mindegyik ilyen színes webtoon formátumú, mint a koreai, a kínaiaknál a nagy része ezeknek. És hát a felső az, mint látjuk, egy sci-fi-mek, amiben egy ilyen ex-flotta parancsnok az egyik főszereplő, a másik pedig egy ilyen tudós tanár alkat, ilyen metroszexuális fiatal fiú, vagy fiatalabb srác, aki egy ilyen akadémiát, vagy sulit nyit a szegényebb fiataloknak. És hát ez is nagyon akciódús. Maga az anime mindkettőből nagyon rövidke volt, és szinte csak felvillantotta a regények elejét. Az a baj a legtöbb adaptációval, hogyha animék az ilyen még folyamatában vannak, még készülnek hozzájuk a többi évadok. A live actionöknél már jobban jártunk, mert amiből azért live action készül, az mint például a Guardian, hogy lapozzak egyet, vagy a Liehuo, vagy egy bocsánat, a Legend of Fei, jó fej, már itt keverem a címeket, ezek általában a live action-ök végig adaptálják az egész regényt. Jó sok vágással, módosításokkal, cenzúrával, de ott azért egy teljes sztorit kapunk többnyire, míg az animékben ugye annyira sokáig tart végig menni a sztorikon, meg elkészíteni ezeket az évadokat, hogy hát lesz 10 év, mire egy regény, vagy legalábbis egy regény, mire a végére érünk szerintem teljesen. És a Guardiant én ugyan nem láttam, de azt hallottam róla, hogy nagyon jól működik ott a főszereplők, meg a színészeknek a kémiája. A Legend of Fate viszont kaguktojásként tettem ide, hogy kik esetleg ismerik ezt az egészet, ezek el is csodálkoztattak, hogy de hát ez nem is dammely, ez nem boys love.
ez az írónőnek egy olyan műve, ami egy ilyen átlagosabb, fantazis szerelmes történet, és azért hoztam ide csak érdekességként, hogy mint Priestnek a műveiből egy megjelent, már megjelent sorozat, illetve mert hogy Van Gibó játszotta a főszereplőt, róla azt kell tudni, hogy az Untamed, a Moodle adaptációjába ő volt Lan Wangji színésze, és itt is itt egy teljesen más habitusuk is fiatal srácot alakít. És át is térnék akkor egy másik írónőre, az én mostani személyes kedvencemre, a Meng Shixire, hogy miért is a kedvencem, azt majd a következő dián fogom elárulni, de nagyon-nagyon szeretem az ő műveit és írói stílusát, mert annyira szépen, mondjuk az angol fordítóknak köszönhetem persze, hogy ők hogy fordítják, hogy csapódik le belőlük, az, de úgy gondolom, meg azt olvastam, hogy az eredeti szövege is annyira színvonalas és olyan szép irodalmi a stílusú, hogy tényleg a jobbak közé tartozik. És ő is már nagyon régóta, 2004 óta, még régebb óta talán, mint Priest publikál, és ő sem csak Dammeit, de azért kevesebbet írt, mert nincs még 20 plusz fölött, azt hiszem a Dammei száma, csak 10-valamennyit számoltam. Na és az ő egyik könyve, ez a Chenghua, ez a 14. éve a Chenghuának. A Chenghua az egy történelmi korszak, vagy egy császárnak a korszaka, és Meng Shixinél érdekes, hogy szereti a valós történelmi írákat, vezetőket, császárokat belekeverni, ténylegesen beleírni az ő regényeibe. Persze módosít hozzá kitaláltan karaktereket, felhasznál valós karaktereket, hozzácsoportosítja, vagy ő is a kultivációs, vagy sokkal inkább a harcművészeti világot, ezeket a wuxia, vagy wuxia műfajokat, meg xianxia műfajokat. És nagyon szereti a nyomozós történeteket, ez is egy ilyen, a birodalom ügyeiben nyomoznak a főszereplők, és megjelent belőle audiodráma és live action is, de még nekem is pótolnom kell ezt. Illetve ami nagy kedvencem tőle, az a tavalyi Chianchiu ezer ősz anime, ami tényleg egy nagyon szórakoztató cím. Van belőle szintén audiodráma, és ez is egyfajta, hát nem azt mondom, hogy regény sorozat része, de a az online weboldalon, a GG oldalán, ahol ők publikálják ezeket a webregényeket fejezetenként, ott sorozat címek alá lehet sorolni a műveket, és ez a három egymás után, amit itt most mutattam, az előző a Chenghua, meg ez a Chianchiu és a Wushuang, ezek egy kategóriába tartoznak, tehát tényleg különböző császári korszakokat mutatnak be, és hasonlóan harcművész főszereplőkkel. A Chianchiu-ról azt kell tudni, hogy az ottani főszereplő, a krávezér, ugye a Shen Chao, hát őt nagy baleset éri egy harc folyamán, és lényegében letaszítják, vagy valahogy így elintézik, hogy szerencsétlen ugye, kifeküdjön, rossz állapotba kerüljön, és hát hogyha nem menti meg a másik főszereplőt, a Yan Wuxi, vagyis hát az ő tanítványa, meg ő, nem találják meg, akkor hát valószínűleg, vagy lehet, hogy nem is élte volna túl azt a csapást, és így nem tud a klánja élére újra visszakerülni, és először picit amnéziától is szenved, és a lényeg az, hogy a Yan Wuxi, az meg egy ilyen démoni klánnak a vezetője, ő a Kihainnem, aki 10 éves elvonulás után most visszajött, és ő akar lenni a number van a kultivációs világban, és sőt már most azt hiszi magáról, hogy ő is az a number van, mert itt egyébként meg is van ebben a regényben a top 10, hogy a top 10-be bekerülni, hogy ki a legjobb kung fu harcos, vagy a top 10 harcos, az egy nagyon nagy dolog. És egyrészt ezen megy a történet vonala, hogy akkor, hogy méregetik össze ezek a nagymesterek az ő erejüket, nagyon jó akciódús kardharcok, meg különböző egyéb párbajok vannak benne, ugye magic hatással is, spiritualitással is vegyítve, meg ugyanakkor azzal, hogy Shen Chao ráébred a világra, kinyílik a szeme, hogy ő egy taoista klán vezéreként mennyire nem volt tisztában a világ dolgaival, a politikával, a szegény emberek helyzetével, és a Yan Wuxi, mint a császárhoz közel álló személy, felnyitja a szemét, és teljesen más megvilágításba helyezi neki a dolgait. És így megismerhetjük rajtuk keresztül ezt az utat, amit ők végigjárnak, és a második évad, ha minden igaz, most ősszel jön, legalábbis tavaly bejelentették, hogy a Q4-ben, az azt jelenti, hogy a negyedik negyedévben lesz valószínűleg a sorozat folytatása, de ez még nem teljesen hivatalos, még nem jött ki trailer, még azt is pletykálták, hogy lehet elcsúsztatják
tehát jövő február környékére, és akkor 2 évre rá az első évadhoz képest fog megjelenni, hát majd kiderül, de valószínűleg az annyi epizódot fog tartalmazni, hogy már be is fogja fejezni a regény cselekményét. És amit még ide megemlítettem, alá a pír lesz, az mondtam, hogy ugyanígy ilyen császáros hasonló történelmi írában játszódik, de ez annyira hasonlóban, hogy a Chian Chiu regény végén szereplő extra fejezetekhez képest 3 évvel játszódik kb. Később, és mások tárgyal a főszereplői, azok egy birodalom közeli főszereplők, ugye arról azért tudok ennyit beszélni ezekről, mert ezeket tényleg olvastam is, és nagy rajongójuk vagyok, és hát ők hivatalnokok, vagyis különböző hivatalok vezetői, az egyik a Feng Shen, az a császár hivatalnoka, az egyik császár közeli ilyen gárdának a parancsnoka, vagy másodparancsnoka, a másik, a Cui Wuchu, pedig a császárnő embere, és hát különböző ügyek miatt együtt kell működniük, és egy ilyen tipikus civakodós párosból ilyen majd, hogy nem enemies to lovers lesz belőlük, tehát egy ellenségből szerenem, de nem is igazán ellenségesek már az elejétől kezdve, se csak inkább csak csipkelődnek egymással. És hát lényegében az ő nyomozásukat követhetjük végig, és sokkal jobban megjelenik már itt is a politika. Már a Chian Chiu-ba is beleszőtt az írónő a politikát, de itt is, itt még jobban megjelenik az, hogy ezek a harcművészes, klános dolgok, hogy befolyásolják ténylegesen a császári udvarnak, meg az örök utódoknak a kérdését. De tovább is megyek. Ja igen, amíg annyit a Pirlesről, hogy azt azért tettem még oda, hogy ma hát egyik, pedig csak audiobook, hangos könyvadaptációt kapott, meg ma hát, ami idén indult, de sajnos azt félbehagyták 4 fejezet után. Valószínű az a kritika érte, hogy nem volt annyira kidolgozott a rajzolása, mint más manhákhoz képest, vagy kicsit kapkodósabb volt, de nem lehet tudni biztosan, hogy mikor jön vissza a szünetről, reméljük folytatni fog. És akkor itt már csak felvillantom, mert még azért még jól állok időben, de még kell a többi diára is időt hagynom. Szóval csak felvillantom, hogy milyen mengzisi művek vannak még. Itt a Bu Tiangang, ez egy szintén futó manha, ez egy modern manha, amiben hát ilyen mondhatni démonűzés, szelleműzés, vagy úgy fordítják, hogy ördögűzés zajlik, így a főszereplők ebben érintettek, és az egyik az egy ilyen nagyon kis cuki fiú, a másik az pedig egy ilyen, majd nem ismerem még annyira, csak a manha néhány fejezetű ilyen lanvangzsi típus, ilyen kicsit mogorvább, csendesebb. A Beidou szintén modern, illetve bejelentették, abból csak audiodráma van, és bejelentették abból, meg még egy más művéből, ebből a Shanshangból a live action adaptációt, az is egy történelmi sorozat, a másik pedig ugye egy modern sorozat. Itt mindenfélét felírtam hozzájuk. Ugye például ez a tank tisztviselő, hoppá, ez nem az a főszereplő, de igazából nem jut eszembe úgy felolvasgatni őket, mert fele szeretnék azért férni az időbe, meg úgy nagyjából eszembe is jut, amit így elgondolnék mondani róluk. Most azt nézem, hogy utána a Feitian Yaxiang következik, mint író. Róla érdekesség, hogy ő férfi. Ugye a dammei írók többsége, ahogy a Japánban is a bojszláv írók többsége nő, és nyilván vannak férfi alkotók is, de a Feitian az egyik leghíresebb férfi alkotó, olyan szinten, hogy ő tényleg csomó díjat megnyert ő is, meg ő az egyik legnépszerűbb a dammei írók között Kínában, legalábbis úgy tudom így a különböző szájtok meg vélemények alapján, hogy ő az egyik legismertebb és leghíresebb. És hát ő is ír más dolgokat, de kevesebb, nagyon sokkal kevesebb a dammei művein, csak néhány regényt találtam. De több anime adaptáció is készült az ő munkásságából. Az egyik ez a 2013 című sorozat, ami egy ilyen zombi támadásos, zombiölős sorozat. Sajnos ezt még én sem láttam, még nem volt időm rá, illetve később vettem észre, hogy egyáltalán ez is egy dammely. Érdekes, hogy a különböző adatbázisokban, akár a MyAnimeList-en, Anilist-en, valahova oda tegelik, hogy Boyslav címke, most már azt használják, valahol nem. Én igazából nem is bánom, hogy nem írják oda, hogy most ez Boyslav vagy dammely. Mi például
MXTX, vagy a Mosiang Tongxiu műveinél nem sorolták be oda, mert sokkal inkább másról, vagy másról is szólnak ezek. Tehát komplexebb sztorik, nem csak a, nem úgy, mint a japán boyslavoknál, hogy Slice of Life is nagyon a többségük csak a romantikáról szól, hanem ezek a komplex szebb, sokkal nagyobb cselekményt és karakter, több karaktert átölelő, felölelő történetek, így csak egy szeletük úgymond, vagy az már csak a grátis, hogy a főszereplők általában lassú románc útján a végére össze is jönnek, amik a legtöbb adaptációban viszont ki vannak cenzúrázva, így hát több embernek fogyasztható lehet, hogyha nincs ott a címkézés. Amit én egy picit sajnálok, de hát ez van. És ami még nagyon híres anime tőle az ő műveiből, az a Tianbao Fuyaolo és a Dinghai Fushanglu. Ezek a regényei is összetartoznak. Van egy ilyen regény sorozata neki is az ő oldalán, hogy ördögűző széria, vagy ilyen démonölő széria, ebbe is több regény, vagy 5-6 regénye beletartozik, azt hiszem. És ezeknek a részei, a Tianbao vagy a Dinghai. A Tianbaoról eddig 2 évad jött ki, és ez a 3D-s CG animáció nagyon-nagyon-nagyon hasonló ugye, a számítógépes játékokhoz, a mozgása a karaktereknek, teljesen olyan ez is, és szerintem sajnos a Tianbao egy picit agagyibb fajta, ami már így, nagyon szépek a hátterek, nagyon szépek a karakterdizájnok, de a mozgás az, az olyan tényleg nagyon játék animációhoz hasonló, és nem az igazi, ellenben a Dinghai. Az nekem, hát nagyon hasonló szintén, de egy picit jobban tetszett, kellemesebb volt a színek hatása, meg a karakterek mozgása, de hát lehet kritizálni. Ezzel szemben a Chianchiu adaptációja, amiről már itt nagyon elfangörködtem, annak egy másik stúdió az animátora, vagy az animációjának a készítője is, és nekem az sokkal folyékonyabb volt, ott a motion capture-t, amit használtak hozzá, vagy a emberi mozgásokat, ahogy levették, így csináltak is a videókat, hogy ott sokkal hihetőbb, realisztikusabb a karakterek mozgása, vagy többet költöttek rá, többet fektettek bele. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a második évad is olyan lett, mert ott a harcművész, a harcolós jelenetek, azok gyönyörűek. Itt ezeknél már inkább mókásabbak, tehát az ugrások, mondjuk minden máshol is vannak ezek a hülyén lebegős hajak, már bocsánat, de a hajat nagyon nehéz úgy animálni, hogy az a testtel szépen mozogjon együtt. Na hát ez egy picit a sorozatok betegsége. Egyébként meg a történetek azok hát ilyen, majdhogy nem a másik, és ilyen zombiölős. Az elsőnél, a Tianbaónál inkább először ilyen rókaszellemekkel gyűlik meg a főszereplőknek a baja, ott létrejön egy ilyen kis ördögűzős osztag, ami hát 5 kis vicces alakból áll. A főszereplő hercegből, meg annak a barátaiból, haverjaiból, vagyis hát haverok lesznek belőlük, inkább így mondanám, míg a második évad már kitágítja a világot, a császárnak, vagy az uralkodónak a helyzetét, és már kb. Egy ilyen zombi hadsereggel kell harcolniuk, nem így hívják, de nagyjából ez a lényeg, míg a Dinghai az elvileg a Tianbao világában sokkal-sokkal régebben játszódik, és ott már nem voltak abban az érában ilyen ördögűzők, vagy ezek a kultivátorszerűk, csak egyetlen egy a főszereplő, és azt próbálja visszahozni ezt a világba. És ami még más híres műve a Fejtiánnak, hogy a 2 manhája, de előtte, hoppá, itt ez is nagyon piciben látszódik, meg összecsúszott, hát valami más formátumban kellett volna kimentenem, de se baj. A képek jól látszódnak, ez a lényeg. A szélső kép, amit itt mögöttem van, az egy anime kép, egy készülő anime kép. Hát ennyit tudunk eddig róla, még nem tudjuk, hogy milyen sorozat lesz egyáltalán, hogy semmilyen infót, hogy mikor fog indulni. A manhák ott fölül, azok meg jelenleg futnak, ez a Luan Shibai, a Rule in a Turbulent World, ez szintén egy ilyen kultivációsabb, vagyis nem történelmi regény, és jó pofák nagyon a főszereplők, még az elején jár a manha, de eléggé egészen explicit más manhákhoz képest, bár mondjuk manhákban sokkal inkább jellemző ez a manha adaptációkban. A live action-öknél, meg ahogy látjuk, egy modernből és egy tradicionális, vagy egy történelmiből is készül live action. Itt nem is tudom, hogy puskázzak-e még több infót. Hát ahogy látom, most tartok a felénél az előadásnak, és nagyjából így Fejtián körül számoltam a felével, úgyhogy végülis jól állok. Úgyhogy lehet, hogy puskázok itt egy kis infót.
Hát, igen. Igen, ezt írtam föl, hogy ez az anime, ami készülő anime, ugye annyit tudtam elmondani róla, hogy modern, meg azt egyáltalán, hogy majd jön. Na még annyit elárulok, hogy ez az ördögűzős széria része, hogy elvileg ez is egy ilyen modern, misztikus ördögűzős lesz, hogy nem tudom, hogy kapcsolódni fog-e bárhogy a Tianbohoz vagy a Dinkaihoz, de a világukban fog játszódni, gondolom, sok-sok évvel később, ha tényleg lehet hinni ennek a összekötődésnek. És akkor rátérnék egy másik íróra, a Yushao Lanshanra. Tehát, ahogy látjuk, 30 plusz dammelyt írt már, tehát ő az egyik legaktívabb író, nagyon durva, és ő 2010 óta nem is kentette annyira korán, mint mondjuk a Priest vagy a Mangsishi, de szinte csak dammelyt írt nála. Azért nem mondom, hogy tutira csak azt, mert van az ő oldalán, majdnem minden író oldalán le vannak védve, korlátozva regények, mert levették bizonyos bejelentésük miatt, hogy probléma volt vele, vagy ki kell belőle cenzúrázni jeleneteket, stb. És ezért lezárolták az oldalukon ezeket az egyes műveiket. Így nem tudom biztosra megmondani, hogy azok most amelyek voltak-e, vagy nem. Mert nem látszik róluk semmi info adat, csak hogy ott volt egy ilyen regény, ami most le lett zárolva. Na és amit itt láttunk, ez a Divan Gongulue, ez azért érdekes anime, vagy azért is írtam ide, mert mikor a Modao futott, és még az egész dammei ipar így bejött a fanoknak a képbe, akkor nem sokra rá, vagy a körül, ez a másik volt egy ilyen híresebb, mert híresebb, mármint olyan alkotás, amit ez a különböző adatbázis oldalakon meg lehetett találni, mint dammei sorozat, és szintén egy ilyen kosztümös, nagyon jól kinéző sorozat, bisikkel, szép fiúkkal, ez már kevésbé kultiválós, ez inkább a császárságra, a politikára hallja az ügyét, a főszereplő az egyik uralkodó lesz, császár lesz, a másik meg a szomszédos birodalomnak a királya, és akkor ők megegyeznek egymással, mert hát nem, tehát hogy békét kötnek, mert hát úgy jó nekik, miért ne kötnének békét, ezt nem spoilerezem el, hogy mi a lényege, de nagyon-nagyon-nagyon kis lassú folyású, kedves sorozat, tehát nagyon így békések egymással a karakterek, ez egész egy ilyen kis romantikus, vagy át, amíg annak sem nagyon nevezhető, mert ez is erősen inkább románcnak van ábrázolva, vagy ki van belőle, hát nem gyomlálva, de nagyon lefinomítva, és egy nagyon-nagyon kis hangulatos mű, csak azt érzi közben az ember, mint a többi első évadoknál, dammely első évadoknál, hogy oké, de ez most miről is szól? Meddig, vagy mit akar elmondani? Ez nagyon látszik, hogy a történetnek ez csak egy kis szelete. És tök érdekes, hogy a manhája az elvileg végigvitte a regény lezárását, de valami hatalmas ugrásra. Tehát ennek egy viszonylag hosszú regénye van, és ahogy én olvastam, vagy néztem a manháját, úgy a vége felé, hát eljutott addig a pontig, mint az anime. Ráadásul az anime egy nagyon gonosz pontnál van lezárva sajnos, és azóta se folytatódott, egy pici drámai pontnál, amit én sajnáltam, és vártam volna, hogy na, utána mi történik, de a manha az lezárta, és egy nagyon jó pozitív véggel zárta, és gondolom, hogy az a regény vége is, de hogy mi történik a két szakasz között, hát arról fogalmam sincs. De érdekesség még az is, hogy a hivatalos oldaláról levették a képregényt, a manhát, mert az angol hivatalos verziója mondjuk még valahol elérhető, úgy láttam, de mert hogy ebből is készült hivatalos angol fordítás, most már jó pár applikációban vannak ilyen lehetőségek, de a Kuaikan oldalról lekerült valamiért ez a manha. Mondjuk tudni kell, hogy itt ez egy egész szép kép itt belőle, de nagyon-nagyon egyszerű rajzolása volt, kidolgozatlan hátterekkel. Én nem bírálni akarom, de nagyon vegyes, változó a manhák minősége. Tényleg valamelyik egyszerűen brilliáns, akár csak gondoljunk a Tian Guangcifu-nak a manhájára, ami most szintén sajnos épp hiátuson van, de ott a sztárembernek az ártya az valami zseniális, de vannak még nagyon sok hasonló részletes ártuk, míg más ugye egy sokkal egyszerűbben, vagy sokkal japánosabb, mangásabb stílusban rajzol, de nyilván majdnem mindegyik színes. És akkor, ami még anime az írónőtől, ez a Nizai Xingguang Shanchu, hát nem tudom kiejteni jól őket, az biztos, ennek van szintén manha változata is, na ezt még én se láttam, és ezt is most, csak most, amikor összeállítottam így, hogy az íróknak a munkásságát, akkor fedeztem fel, hogy úristen, ez is van,
milyen érdekes, meg kéne nézni, bár a mozgásra bevallom, ez a 3D-s mozgás nem tetszett annyira, de ez nem akadály, hogy megnézzem, tehát én mindenkinek ajánlom ezt is, mert fogalmam sincs tényleg, hogy milyen lehet, de szerintem érdemes lenne megnézni, még itt a Divangnál az előzőnét felírtam magamnak, hogy a stratégia sorozat része, ezt elfelejtettem elmondani, hogy ennek a regényírónak is van egy ilyen többféle regénysorozat szegmense, és ez a stratégia sorozat, ez is van olyan, hogy ez a császár stratégiája, akkor van a bandita stratégiája, meg még van olyan mű, ami szintén ennek a része, most nem vagyok benne biztos, hogy ez annak-e a része, csak egy modern verzió, ezért nem akarok hülyeséget mondani, de még az is előfordulhat. És érdekesség ennek az animének így annyit olvastam róla, hogy lényegében a főszereplő egy autóbalesetet szenved, és utána kap egy testőrt, azt a hancsúot, a bajszi kapja, és az védi majd meg így mindentől. Amíg pedig még érdekes, hogy az írónőnek egész sok manhája elérhető, most ennél azt elfelejtettem mondani, de, vagy már lehet, hogy említettem, de szinte majdnem mindegyik írónak, amit én elsoroltam, annál jóval több mondjuk audio, dráma, hangos könyv adaptációja van, abból tényleg sok van, és manhából is előfordult, hogy olyan regényeikből, amik nem dammelyek, vannak még manha adaptációik, csak nem került föl a diára, de ezek a manhák, ezek biztosan futnak jelenleg is. Az én személyes kedvencem az első itt a kis képen alul, ez a A Single Strike of Shimmering Frost, vagy a Sword of Frost, a kínai cím, ez a Yi Jian Shungha. Hát ez egy nagyon érdekes, jó pofán sorozat, vagy manha, mert a főszereplő egy klán, kultivációs klán vezére, aki picit betegeskedik, és egy herceg kéri, hogy segítsen neki egy lopással kapcsolatos nyomozásban, meg aztán egy gyilkossági ügybe is belekeverednek, és próbálnak rájönni, hogy ki lehetett a tettes, és nyomozgatnak együtt, azért cserébe a herceg azt ajánlotta ennek a klánvezérnek, hogy a gyógyírt megfogja, vagy megtalálja, tudja majd szolgáltatni a betegségére, ami egyébként egy hazugság, mert valójában nem is tudja, hogy az a gyógyír, az hol lehet megtalálni, elérni, de mégis segítnek, és mégis nagyon jól összebarátkoznak. És most az is, ez a manha is félbe maradt, elvileg az volt, hogy vége az első kötetnek, nem tudom, hogy hány manha kötettel kell majd számolnunk, ugye ez is csak webben fut, nagyon kevés az, ami ténylegesen megjelenik publikációként, de ez is tényleg egy ilyen ismertebb alkotás. Itt a többi manhánál meg annyit tudok, ezeket még nem követem, de szintén felírtam magamnak is, hogy tessék ránézni. Ez az egyik itt alul, ez a kutyás, ez színész a főszereplő, a másik mellette pedig egy modelles, hát érdekesebb modell. Nekem kicsit úgy hangzik, hogy ezek már a japán BL mangákra jobban hasonlító alkotások, hogy slice of life-osabb, inkább a két főszereplőre koncentrál, stb. Nekem arra hajaznak, de hát majd meglátjuk, hogy milyenek valójában. És egy másik írónőt még kiemeltem, Uche. Őt kifejezetten emiatt az anime miatt, az antidót anime miatt, mert azt én tavaly fedeztem fel magamnak, hogy ez is egy ilyen nagyon kis light-os modern sorozat, viszont ami több olyan véleményt is hallottam, hogy nem igazán tetszett nekik pont azért, mert nincs úgy kidomborodva az a rész, most hagyjuk, hogy a romantika része, az nagyon lightos, de hogy nem egy nagy szám a történet. Ugye arról szól, hogy az egyik ilyen fiatal srác, a Szöszib, itt a szőkehajú, hát egy ilyen kis gazdag családnak a szép fiúja, a gyereke, de ő a saját lábára akar állni, és egy tök érdekes, ezt még nem láttam ilyen animébe, ő homokfestőművész, vagy hogy nevezzük azt, azt hiszem így, hogy ugye a homokkal művészkedik, csinálja homok ártokat, és különböző rendezvényekre, meg helyszínekre hívják őt, meg ezért is erről tart ugye előadást, hogy szép, nagyon gyönyörű képeket készít ugye a homokfestés által, a homok mozgatásával, és ő a főszereplő, és a másik főszereplő pedig egy nagyon ilyen rossz arc, egy kicsit ilyen gengszteresebb srác, de nagyon jó akaró, egyébként jó szívű a maga módján, csak úgy van beállítva, hogy ő a rossz arc, és ő a főbérlője ennek a főszereplőknek, tehát ne hozzákerül albérletbe, vagy nála veszi ki a lakást, és hát szépen összebarátkoznak. És ami nekem nagyon tetszett ebben a sorozatban, hogy
ez a gengszteresebb főszereplő, hát ő is mentális gondokkal küzd, de olyan szinten vannak félelmei, meg pánikjai a karakternek, hogy ez egy nagyon szépen van bemutatva, egy nagyon szép folyamatként, hogy ő hogy ébred arra rá, hogy ezen segíteni kell, hogy a múltja hogy kísérti őt, és hogy eljut arra a pontra a sorozat vége felé, hogy ezért segítséget kér, és hogy ő kész ezért tenni végre azért, hogy ő jól legyen. És nagyon szép, ahogy egyrészt támogatják is egymást benne a karakterek, nem csak a két főszereplő, hanem a barátok is, és hogy ő ezt elhatározza magától, és végül a segítség megérkezik hozzá. És ami még személyes kedvencem, hogy megjelenik benne a Babülti is, mint ilyen slice of life elem, ami így nekem így újdonság animékből. Kicsit így szeretem, amikor ezek a kis kínai elemek, vagyis hát nem kínai elem a Babülti, de hogy akkor is ezek az ázsiai elemek egy-egy kínai slice of life-ban jobban megjelennek színesítő eszközként, mint a japán animékbe, bár azok is egyre jobbak, meg modernebbek mostanában ilyen szempontból. És a Vuce is egész sok művet írt. Itt még az előző dián, azt föl is írtam hozzá, vagy inkább lepuskázom, hogy szinte csak modern sci-fi, amelyet ír nála. Tényleg nem találtam olyat, hogy ő történelmit, vagy kultivációst írt volna. Ő majdnem mindig csak ezt a modern slice of life regényekben alkot, vagy sci-fi, kevésebb sci-fi műve van. És több manhája is, a felső két manha jelent meg tőle, amiben egy ott is az egyikben egyetemisták a főszereplők, a másikban meg középiskolások, és ugyanígy megjelenik bennük ez a kicsit ez a depressziósabb vonal, meg a csonka családoknak a története, vagy ilyen elemek, és ez a Saye, ami itt a második kép, abból készül anime és live action adaptáció is, már mind a kettőt bejelentették, és valamikor majd csak megkapjuk őket. És akkor itt ezeket a nagyobb írókat nem emeltem ki, ugyanakkor még rengeteg másik író van, nyilván ismertem nevek, de még szó lesz kicsit más írókról is. Most készítettem egy ilyen diát, hogy még milyen más donkuák és live action-ök jelentek meg. Ott először az írók neve látható, és utána meg a regényeiknek a címe, és esetleg azoknak az ismertebb angol változata, vagy a sorozatok angol címei. Így írtam fel őket. És hát itt is van még, tessék, 3 anime, meg 4 live action, itt az utolsó képről még nem beszélek, azt majd külön mondom. Tehát 3 anime, meg 4 live action sorozat, amiből még válogathatunk, mint amelyek. Csak ezeknek már kevésbé ismertebbek az írói, ezért nem kaptak külön oldalakat itt most az én diámban. És ezek is olyanok, amiket sajnos én még nem láttam. Pici info róluk, hogy az első, ez egy ilyen császári udvarban játszódik, az első anime, és hát az is egy ilyen 3D-s CG-s sorozat. A második az már egy modern kínai zodiákus dolgokat felvonultató sorozat, és az viszont nem 3D CG, ahogy láttam, annak egész folyékony animációja, rajzolt animációja van. Aztán pedig a harmadik anime képnél azt írtam föl magamnak, hogy állatkert 21 év felettieknek. Ez azért van, mert állítólag a főszereplő megörököl benne egy állatkertet, hogy ő azt gondozza, vagy ő azt nyilván irányítsa, és azt hiszem, valamiért ez volt a cselekmény leírásában, hogy csak 21 éven felettiek mehetnek az állatkertbe, szóval így ezt nem tudok többet róla, de ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy mit tud ez a sorozat, hogy miért ez a... Ez van így kiemelve benne, érdekesnek tűnik, úgyhogy érdemes tényleg megnézni ezeket a rövid kis sorozatokat. Meglátjuk majd, hogy milyenek. Nyilván most a különböző adatbázisokban az értékelésük sajnos elég vegyes, és nagyon sok konvergál a közepes felé. Nem mindig szabad ezeknek hinni, mert lehet, hogy nekünk meg pont tetszeni fog, vagy pont érdekességként. Meg én mondjuk olyan vagyok, hogy szeretek egy-egy műfajban maximalista lenni, és minden több művet megismerni, meg ez akkor így egy kicsit jobban is, hogy mondjam, segíti a döntésünket, hogy azokat az igazi kedvenceinket, amiket nagyon szeretünk felértékelni, az még értékesebb lesz mondjuk több animével összehasonlítva. Tehát, hogyha vannak egy ilyen összehasonlítási alapok, ugyanakkor meg az is lehet, hogy elolvasnánk ezeknek a regényét, mert mondjuk nem tetszett a sorozat, de ismernénk a teljes regényt, akkor meg azt mondanánk, hogy úristen, de jó ez a regény, miért ilyen adaptációt kapott, vagy pont, hogy fordítva, nagyon cuki az adaptáció, és a regény az meg meg jó, hogy el tudták jobb
jobban adni a animációval, vagy a kép és hanghatásokkal. Ami még érdekes itt a live action-öknél, hogy ezek többnyire üzletemberes, második az meg pekingi opera színészeken játszik, ez a Winter Begonia-ről, azt hallottam, hogy nagyon-nagyon depressziósabb, sötétebb sorozat, hát majd meglátjuk. És lehet, hogy föltűnt páraknak ismerős lehet itt a harmadik borító középen. Ez az Addicted, az azért, mert a Művelt Népkönyv kiadó, aki nálunk kiadja a MXDX műveit, ők bejelentették, hogy ezt is kiadják magyarul, hát egyelőre tologatják a megjelenés dátumát, de majd megtudjuk, hogy mikor lesz ebből valami. És amit még kiemelnék itt legalul, az utolsó képecskét, az egy kakukktojás szintén, mert az egy, ez a Flying Phoenix, ez lényegében még nem jelent meg a többivel ellentétben, ez is csak egy ígért live action, amiből egy csomó Dammely live action van, amit már így beígértek, meg eladták a jogokat nagyon sok mindenből, de tudjuk, hogy ez is készül, és azért tettem ezt csak ide, mert nagyon érdekesnek tartom, amit oda is írtam alulra, hogy ez nem web novel, az azt jelenti, hogy ez 2004 óta fut ez a mű, és nem publikálja az írója interneten, hanem könyvkötetenként jelenik meg ugyanúgy, mint nálunk is, ahogy kiadjuk a könyveket, meg hát nem, tehát nem, de alapesetben könyvként jelenik meg ez a történelmi, vagy fantasy Dammely. És hát állítólag még mindig fut elképesztő. Nem tudom, hogy milyen lehet, de nagyon érdekes sorozata, és ami még felkeltette az én figyelmemet, hogy van manha változata is, az is nyomtatásban megjelenő kötet, nem web manha, és ez a nyomtatott kiadványa, ennek a alkotója az egyik ilyen kedvenc manha rajzoló, majd később diákon még lesz olyan mű, amit ő rajzolt, a Wang Yi, a To Be or Not To Be Manhát is ő rajzolta, az egy webes webtoon manha, az is a címe, hogy How to Survive as a Villain, de majd még rátérek arra. Előbb hoztam még pár regényt, aminek van manha és audio adaptációja, itt ezt már az előadás során többször is mondtam, hogy nagyon sok mindenből, nagyon sok Dammelyből és író műveiből van még manha és audio, tényleg a teljesség igénye nélkül, csak kiemeltem még pár olyan írót, akik ismertek, csak nem kaptak mondjuk még eddig mozgóképes adaptációt, ezért nem szerepeltek külön diaként, meg akkor túl sok lett volna róluk beszélni mindenkiről egyenként, de ők tényleg manhákat és audiókat, adaptációkat már kaptak, és szintén nagyon ismert írók, különösen a Musili, Copper Coins, vagy a Global Examination, vagy a Tang Jiuqing, lehet, hogy sokkal több mindent mond nektek, Nanchannak is, meg a Chiang Jingjiunak is nagyon nagy a fantábora így nemzetközi szinten, ezeknek a regényeknek szintén nagyon explicitebb, drámaibb, izgalmasabb regények, hosszabb regények, ráadásul vannak magyar fanfordítások is itt ezen a dián több műből is, és arra nem térnék ki. Érdekes, hogy itt például itt alatta az a Devil Venerable regény alatt ezt felírtam, ezt a QR kódos címet, na abból például nincs azt hiszem sem audio, sem manha adaptáció, és csak is azért írtam ide a diára, mert magyar fordító, aki viszont nagyon sok magyar regény fanfordítója, viszi szintén ezt az egényt is. Tehát amiről igen, még nem beszéltem, hogy nagyon kevés az, ami tényleg magyar fordításban elérhető. Én most elsősorban azokat válogattam ki, amik a jelentősen azért angol fordításban elérhetőek, de sajnos még nagyon sok az, ami szinte csak kínaiul rapban érhető el. De én úgy vagyok ezekkel, hogy szeretem rapban is néha végiglapozgatni, vagy így mobil fordítózni, meg összefoglalókat olvasni, mert ilyen perverz vagyok. De angolul mondjuk számomra tök jó, mert tök sok minden elérhető most a hivatalos mobil applikációkban, viszont akinek magyarul lenne szüksége, hát érdemes körbenézni, mert egyre több regénynek, például ahogy, amit mondtam, a Chiang Jingjiunak, a QR kódnak, akkor a RH-nak, meg azt hiszem, hogy itt a How to Survive as a Villain, amit előbb említettem, az ott a harmadik kép a legfelső sorban. Ezeknek a manháknak, vagy a műveknek a regényeit már magyar fanfordítók kezelésbe vették, úgyhogy érdemes követni az ő munkásságukat. De tényleg ez is csak a teljesség igénye nélkül, mert már más fordítások is vannak. És ezekből a manhákból, amiket én követek, például ez a Mr. Dior, vagy a Yi-nek, ez is egy elég mókás név, Yi,
több művét, 4 manhája is fut egyszerre, az ő műveiből egy modern, itt ez a kékhajú fiú itt a legelején, az például egy tök érdekes dolog, mert ő e-sportolókról szól, és arra e-sportoló csapatokról szól, és abban barátkoznak össze így a karakterek. De a Copper Coins, az meg például egy ilyen szintén kultivációs, végig érdekes, hogy a buddhista szerzetes egy ilyen sárkány sráccal, hogy barátkozik össze, meg hogy milyen ügyekbe keverednek. Mondjuk a manhában jelenleg az a sárkány fiú, aki erősen hajaz a képen Weibussiára, egy eléggé ilyen kis irritáló arca van, olyan vidám egyszerre, tenyérbe mászó alaknak tűnik. Na ő még eddig a manhában szinte csak olyan kis papírfiguraként szerepelt, vagy jelent még meg, mint ahogy a Weibus ilyen is a Módaóban egyik árkban úgy, vagy jelenetben úgy ő is egy ilyen kis papírfigurának álcázza magát. Ez ebben is megjelenik. De tényleg érdemes ezekbe a manhákba belelapozni, mert szórakoztatóak nagyon, tőleg ez a Mr. Dior, aki amnéziás az egyik szereplő, és azt képzeli, hogy ő az egyik regényének, amit utoljára olvasott a karaktere, és az ő párja meg teljesen ki van ezen akadva, hogy miért mond ilyen hülyeségeket neki, amely miért hiszi, hogy a személyisége teljesen más lett emiatt, de aztán szépen lassan magához tér a srác. A How to Survive as a Villain meg azért érdekes, mert kicsit hajaz a Scum Villainre, tehát MXTX-nek az első művére, hogy egy mai modern srác beletranszmigrál, ugye Isekai belekerül az általa olvasott utolsó regénybe, amit nem is annyira szeret, egy harem regénybe ott is, ahol a főszereplőt körbelengik a nők, és aztán ő is ott megpróbálja megváltoztatni a cselekményt, illetve csak túlélni benne, mert ő is a főgonosz testébe kerül. De egy teljesen más metódussal, meg teljesen más habitussal mozog azért az egész, mint mondjuk a Scum Villainben. Persze lehet vitatkozni, hogy melyik a jobb, nem is kell nagyon szerintem, mert mindkettő a maga módján nagyon szerethető és mókás. Viszont a Yi-Yi-nél, Yi-Yi szerintem nem tud annyira jól írni, mint a MXTX, mint Mo Xiang Tongxiu, mert Yi-Yi-ről azt kell tudni, hogy nagyon kis rövid fejezeteket ír, és nem szereti igazán kidolgozni a világait, így a regények cselekményét, de nagyon szerethetőek viszont a karakter kapcsolatai. Tehát annak ellenére, hogy ő nem dolgozza ki annyira mélyen a sztorit, meg a hátteret, és csomó minden csak úgy van a lóg a levegőbe, a karakterkapcsolatok viszont nagyon tényleg szerethetők, jópofák, jók a poénok benne, és nagyon hamar nagyon közelévé kerülnek. Ezt nem úgy értem, hogy romantikusan, hanem hogy ilyen emberileg, barátilag, tehát olyan szókimondó majdnem minden főszereplője, és jópofa a másikkal. Amit még itt hoztam, hogy további regény megjelenések angolul, most itt ezt kiemelném, hogy angolul, ugye magyarul már volt szó róla, hogy a Mo Xiang Tongxiu és a Midban, meg nem is tudom, az Addicted volt beígérve a kiadó részéről, hogy azoknak jön a magyar kiadásra folyamatban, csak halad, ahogy halad. Angolul pedig ugye szintén tudjuk, vagy lehet többen is tudjátok, hogy már megjelente a Módaó, a Scum Villain, meg a Tianguan Cifu, egyszerre futnak, folyamatosan jönnek ki angolul a kötetek. Ez másik kiadó, a Seven Seas kiadó által. Viszont több kiadó is, amiket itt felsoroltam, jelentett be regényeket. Itt a In the Dark és a Little Mushroom az már megjelent. Az In the Darknak mind a két kötet, a Little Mushroomnak meg még csak az első, de azt hiszem az is csak két kötet lesz. Illetve a Golden Stage is két kötetes lesz, vagy Golden Terrace néven fut a kiadónál. Az decemberben ígérték most két kötetes kiadványként, az is egy politikai történelmi sorozat, érdekesség, hogy hasonlóan kicsit, mint a Manxisi-nél vannak ezek a civakodó párosok, meg ezek a nagyon ellentét párosok, mint ahogy a Janvusi Shenzhou is ilyen tök ellentét páros volt. Hát itt jó, nem is ellentét párosa van az írónőnek, de ez a nagyon kis civakodós, kicsit ilyen ellenségeskedős páros, de a háttérben valójában meg ők nagyon-nagyon régóta és nagyon jó barátok, inkább csak kifelé szól, meg nekik egy kicsit a műsornak szó lesz, hogy ők így egymással hülyéskednek, meg állandóan húzzák egymás anyát, meg viccelődnek, ezt különösen szeretem a már említett Wushang Peerless regénynél, na ebben nagyon hasonló a Cangu Binbai-nak ez a Golden Terrace Huang Jingtai könyve,
és történelmileg, meg politikailag nem annyira kidolgozott, mint mondjuk más Dammely regény, de végig ez a karaktereknek ez a fókusza, ez nagyon-nagyon szórakoztató benne, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy vegyétek meg angolul, hogyha szeretnétek angolul Dammelyt olvasni. És még nagyon sok minden más, főleg modern művek vannak bejelentve, érdekesik például ez a Jinsis Chai, akinek a Little Mushroom megjelent, nem, bocsánat, az In the Dark megjelent, hogy egy másik kiadónál egy másik művel, ez a Lips and Sword könyve fog megjelenni, tehát nem ugyanaz a kiadó ad ki ugyanarról a regényíróról. És hát nekem szívfájdalmam, de angol kiadás, például még Priest műveiből, Mengszisi műveiből még nincs, sőt, se a további elhangzott már írókról sem ígértek. Nagyon sok más nyelvű, mondjuk japán, koreai, orosz, ilyen vietnámi, azok megjelennek többnyire elég sok Dammelyből, de angolul még csak most kezd ez a piac is fellendülni. És akkor... még így a utolsó percekben azt hiszem már csak két diám. Ja nem, ez az utolsó diám. Na hát, nagyon jó vagyok, hogy itt Webtoon alapján készült tongvák és voice komikok, ez a vomik, ez azt jelenti, hogy voice komik, ez mit is jelent. Ugye magában a Dammely műfajban, hát mondtam, hogy többnyire ugye nők alkotnak, és többnyire regényeket írnak, és Kínában úgy vettem észre, hogy nagyon kevés a originál manhua, tehát aki kifejezetten nem regényből adaptált manhua, hanem kifejezetten ő, mint a Dammely alkotó, kapásból van hát rajzol, és manhua sztorit talál ki. Olyan sokkal kevesebb van, úgy vettem észre, hogy a manhuák többsége inkább egy regényt adaptál, és ezek a webtoonok, még szerintem így pont ellentétet mutatnak a japán piaccal, mert ott meg a boys lab mangakák vannak döntő többségben, és kevesebb az, aki meg regényt ír ebben a kategóriában, vagy light novelt, abból talán több van, de nem annyi, mint mondjuk BL manga. Na, de itt térjünk is rá egy pár címre, ez a Spirit Pack lehet sokaknak ismerős, mert ez már a Modao előtt is megjelent, ez a BL sorozat, kínai BL sorozat, ez egy webmanga alapján készült Dammely, két évadot élt meg. Nekem annyira bevallom, nem tetszett, bár azt is bevallom, hogy a második évadot még mindig nem pótoltam, és állítólag az jobb, mint az első. Ez is egy olyan, ami vegyíti a modern és a fantasy elemeket, a kicsit a régmúlt elemeket is, és nyilván ebben is szellemek, szelleműzés, vagy hát igen, szellemek világa van vegyítve a mi világunkkal. És ezek a kis Wojia, meg a Shaolu itt alul a sarokban, ott az a Neko fülű, Neko Mimi karakter, ezek ilyen kis, nagyon kis vicces sorozatoknak, rövid sorozatoknak tűnnek. Szintén nem láttam még őket, csak részleteket belőlük, de azok alapján nagyon, nagyon kis mókás, rövid sorozatoknak tűnnek. És jó pofa, hogy a karakterek így csomó drámai helyzet, meg történetet egyrészt van, hogy tök komolyan, van, hogy kifigurázva bemutatnak. Ugyanakkor hogy mit is jelent ez a voice comic, több manhua applikációban, akár a Bilibilin, akár a Kuaikan manhánál előfordul, hogy bizonyos manhákhoz készítenek ilyen animált változatot. Ez azt jelenti, hogy magukat a manha paneleket animálják meg a készítők, és azokat szinkron színészekkel, hangszínészekkel elkészítik azoknak a hanganyagát. Így lényegében egy kis animációt, egy kis animét készítenek belőlük, ami persze nyilván nem ugyanaz, mint hogyha teljesen nulláról animálták volna, vagy rajzolták volna meg, hanem kifejezetten csak a manha paneleket mozgatják ilyen különböző technikákkal, és rövid, és szerintem hát picit gagyi alkotások születnek belőle, de ugyanakkor meg valami tök jó így megnézni, meg lát, olyan szempontból nagyon jó, hogy látod, hogy megelevenedik a manha, hallod a nagyon jó színészek munkáját, tehát ez egy nagyon jó dolog, ha így állunk hozzá, de hogyha animeként állunk hozzá, akkor úgy meg csalódni fogunk, mert ahhoz meg kevés. És viszont már több anime adatbázis, akár a MyAnimalist, akár Anilist, stb. Már fölkezdték venni, azért is tettem ide ezt a
utolsó három címet, mert ezek is ilyen sorozatok, hogy valójában ezek vomikok, de mégis fönn vannak már az adatbázisokban, és vagy azért, mert nyitottak az adatbázisok erre, és szépen lassan fölkerül a többi is, amit tök jó, csak szerintem be kéne tegelni, hogy ezek a mozgó manhák, vagy a meganimált manhák, és így álljon akkor hozzá az ember. Nem tényleges kis gagyi anime sorozatok, idézőjel tényleg. Úgyhogy így készültek ezek, és nagyon rövidkék. Igazából a sztori nem nagyon lehet megismerni belőlük, tényleg csak felvillantva van. De így egyre több ilyen cím, remélem, hogy be fog kerülni az adatbázisok, csak jó lenne külön tegelni őket. Na hát én nagyjából ennyit szerettem volna, pont le is jár az időm, ahogy látom, és hát majd mindjárt fönn is maradok a színpadon, mert a következő előadáson is leszek, de így akkor így a saját időmet rabolnám, ha még mondanék dolgokat. De hogyha van bármilyen kérdésekek, nem tudom, hogy most így már szerintem nem fér bele, de utána majd akkor, ha szeretnétek megkeresni ezekkel az elérhetőségekkel kapcsolatban, majd valahova biztos fel fogom tölteni ezt a PPT-t is, de ugyanúgy az adatbázisokból megtaláljátok őket, szerintem érdemesebb figyelni, hogy milyen dammely sorozatok fognak még jönni a jövőben, és tényleg képben lenni több író munkásságából is, és reméljük, hogy egyre több angol és majd magyar fordítást is kapni fognak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.